Az iszlám a kora középkor legjelentősebb vallási, politikai és társadalmi mozgalma, amely a mai napig meghatározza Afrika, a közel-kelet és Ázsia politikai, vallási, társadalmi és kulturális berendezkedését. A hagyományok szerint az arab nép a zsidó hagyományból ismert Ábrahám elsőszülött fiának, Iszmaelnek a leszármazottja. Innen jön az arabokra használatos izmaelita kifejezés is. Az arabok Arábiában, vagy az arab félszigeten éltek, amelynek két tipikus látványa a datoja pálma, és a meleg éghajlatot jól tűrő használat a teve volt. A félszigetnek egy-egy oázis kivételével csak a tengerparthoz közeli része volt művelhető, itt jöttek létre a fontosabb arab kereskedőterepek. Egy-egy kereskedőváros működését általában egy erősebb törzs ellenőrizte. A félsziget belső, száraz területein élő nomád arabok a beduinok voltak, akik kisebb törzsekben éltek. Az arabok bár egy közös sémi nyelvet beszéltek, több kisebb etnikai csoportra voltak oszthatók, és az iszlám elterjedéséig nem jött létre politikailag egységes arab állam sem. Az arab törzseknek a kelet-római, azaz bizánci valamint az újra megerősödő perzsa fennhatósággal szemben kellett a fennmaradásért küzdeniük a kora újkorban. Az iszlám prófétája Mohamed is egy kereskedőtörzs tagjaként született a törzs által vezetett Mekka városában 570 körül, amely város a Kába kőként ismert meteorit miatt fontos zarándokhely volt, amelyet Ábrahám agyatékának tartottak. Mohamed fiatal korában tevehajcsárként dolgozott, amely munka során megismerkedett a zsidó és a keresztény vallásokkal. Később mekkai kereskedőként nagyobb vagyonra tett szert. 40 éves korában következett be a legnagyobb esemény az életében. A hagyomány szerint Gábriel Arkangyal megjelent előttei látomásban, és tájékoztatta arról, hogy Isten őt szemelte ki profétájául. Az írni és olvasni nem tudó Mohamednek itt jelent meg először Isten könyvének a Koránnak első fejezete is. A látomása után Mekkában elkezdte szervezni a vallási közösséget is, amely többek között a megkülönböztetést, azon belül is a vagyoni megkülönböztetést ítélte el. Ez azonban a mekkai előkelők nem tetszését váltotta ki, ezért Mohamednek 622-ben el kellett hagynia a várost. Mohamed a Mekkától északra fekvő Medina városába költözött. Ezt az eseményt, a hijrát, azaz Mohamed futását választották később az iszlám időszámítás kezdetének. Mohamed rengeteg követőre talált Medina városában, és 630-ra saját hadsereget szervezett magának, amelyel Mekka városát vette ostrom alá. Mohamed azonban megegyezett volt szülővárosának vezetőivel. Megkímélték az ottani lakosságot, és a kába követ jelölte ki a vallás szent helyének, és elrendelte, hogy az imák a kába kő irányába történjenek. Mekka bevétele után két évvel Mohamed meghalt, és mivel nem rendelkezett az öröklésről, belharcok indultak meg a vezetésért. Most azonban beszéljünk az iszlámról, vagy a Mohamed által megteremtett vallásról. Az iszlám arab szó engedelmességet, odaadást, Isten akaratában való megnyugvást jelent. Az iszlám monoteista vallás – amely szerint egyetlen Isten az önmagában létező létezik. Őt általában Allahnak hívják. Allah kinyilatkoztatásait különböző proféták hozták az emberek tudomására. Ilyen volt például Ábrahám, Mózes vagy Jézus is. Az utolsó és legfontosabb próféta viszont természetesen maga Mohamed. Mindazokat, akik elfogadják a tanítást, muszlimoknak, azaz hívőknek hívják, a többiek káfirok, azaz hitetlenek. Az iszlám legfontosabb könyve a Korán, a Szent Könyv, amit Isten szavának tekintenek. A 114 szúrából álló művet Gábriel Arkangyal diktálta le részletekben Mohamednek. Az első írott Korán keletkezéséről nincs pontos adatunk, de valószínűleg a 7. század első felében már létezett. A muszlimok hisznek a halál utáni életben, és abban, hogy haláluk után Allah ítélkezni fog a jók és a rosszak között. Az iszlám öt legfontosabb tanítását az iszlám öt oszlopának, vagy öt pillérének nevezzük. Az első a saháda, azaz Allahba, mint egyedüli Istenbe vetett hit megvallása. A második a szalát, azaz a napi ötször Mekka irányában elvégzett ima. A harmadik a zakát, azaz az alamizsna, amely adóféleségként működött. A muszlimoknak lehetőségükhez mértem, Adományokat kellett adni a szegényeknek és a rászorulóknak. A negyedik a Saum, azaz a Ramadán havi böjt. A Ramadán az iszlám naptár 9. hónapja, amely során napkeltétől napnyugtáig tartózkodniuk kell az evéstől, ivástól, dohányzástól és szexuális együttlétől is. Ennek jelentősége az, hogy önmegtartóztatással közelebb kerülnek a tiszta élethez, és ezáltal Allahhoz is. Az ötödik pedig a hadzs, azaz a zarándoklat mekkába. A korán szerint mindenkinek, aki megengedheti, életében legalább egyszer el kell zarándokolni a szent városba. Az öt oszlop mellett kiszakták emelni az utolsó kötelezettséget, a vallás védelmét, azaz a dzsihádot. A szó nem jelent fegyveres harcot, vagy más népek ellen vezetett szent háborút, de ennek ellenére nem lett az iszlámtól idegen a hit erőszakos terjesztése sem. A muszlimok vezetői az úgynevezett kalifák Isten földi árnyékai voltak, akik a hagyomány szerint a próféta utódai közül származtak. Ők voltak a legfőbb hadvezérek, bírók és vallási vezetők is. Az iszlám törvények szerint ezen kívül minden a kalifa tulajdona volt. A kalifák mellett fontos szerepe volt a kormányzóknak, azaz a vezíreknek, a bíróknak, azaz a kádiknak, valamint az emíreknek, a katonai vezetőknek is. Mohamed halála után utódai nem tudták rendezni az utódlás kérdését. A belharcokban történt meg az iszlám első szakadása. Az omaját család tagjait kalifaként elfogadók lesznek az úgynevezett szunniták, míg a helyettük Alit, Mohamed vejét prófétaként elismerők lesznek a síták. A szunniták a Korán mellett kötelező érvényűnek tartják a hagyományoknak, azaz a szunnának azt a részét is, amelyeket a hívők fogadtak el, míg a síták csak a próféta leszármazottjaihoz kapcsolódó hagyományokat fogadják el. A mai élő 1,8 milliárd muszlim közül 1,5 milliárd a szunnita irányzatot követi, míg a maradék 300 millió a sítát. A 7. század közepétől 750-ig hatalmon lévő amayádok hatalmas terjeszkedésekbe kezdtek. Az arab félszigetet, Perzsiát, Kis-Ázsia déli részét, valamint Észak-Afrika partvonalát már a 7. században elfoglalták. A 8. század elején 711-ben elérték az Indus folyót is keleten, valamint nyugaton átkeltek a Gibraltári szorosan Hispániába. Itt elsöpörték a vizigótok királyságát, majd már a frankokat fenyegették, amikor 732-ben Martel Károly döntővereséget mért rájuk a Poátyiai csatában. 750-ben a bagdadi központú abbaszidák felkelést szerveztek az omájádokkal szemben, és átvették tőlük a kalifátus irányítását. Az abbaszidák főként kelet irányban terjeszkedtek. Fővárosuk Bagdad a 8. és a 10. század között a világ egyik legfontosabb kulturális és tudományos központjának számított. A 8. és 13. évszázad közötti időszakot az iszlám aranykorának is szokás nevezni. Erre a néhány évszázadra az iszlámvilág katonai, gazdasági és kulturális fölénye volt jellemző a nyugattal szemben, hiszen a muszlim kultúra ebben a korban maradandót alkotott, mint mérnöki, tudományos, oktatási, gazdasági és művészi téren is, amiből később a nyugat is profitálni tudott. Az iszlámírás írás tudok őrizték meg többek között a görög egyiptomi tudomány és kultúra vívmányait, amely csak később kerül be újra az európai köztudatba. Bagdadban dolgozott Ibn Sina, azaz Avicenna is, akit sokan a koramodern orvostudomány atyának tekintenek, valamint Ibn al haytham fizikus és matematikus is az optika egyik úttörője. A 13. század közepén a mongolok hódítása miatt dől meg az Abbasidák uralma, akik csak Egyiptomban tudnak hatalmon maradni. 1258-ban helyettük az oszmán által vezetett, a magyar történelemből is jól ismert Oszmán dinasztia veszi át a vezető szerepet a muszlimok között.